A házi sütemények már a tányérokon, szépen kiporciózva, a fánkok katonás rendben sorakoznak. Lassan megterik a Szegvári Művelődési Ház nagy terme. Most nem lakodalomra, hanem farsangi mulatságra készülődnek a szegváriak. Házigazda a Foszújka Nyugdíjas Klub, a Nagyközség legifjabb egyesülete, és tagjai, akik szintén nagyon fiatalok, legalábbis lélekben. A tetrekész nyugdíjasok eleinte virágültetéssel a falu utcáit szépítették, aztán rájöttek, játszani mégiscsak nagyobb mulatság. Tavaly lakodalmas játékkal lepték meg a nagy érdeműt, idén pedig... Úgy gondoltuk, hogy egy összejövetelt csinálunk a farsangi jegyébe, egy bálat. És akik minket meghívtak, a környező településekről nyugdíjasok, azokat mi most visszahívtuk. A vendégek pedig jöttek Szentesről és Tiszaföldvárról, nagyjából 16 fellépőt várnak. Van, aki dallal készült, mások prózával, a házigazdák pedig minden mással. Sültarja lesz vörösboros mártás és krumplipüré, valamint vöröskáposzta dinsztelve, és mivel farsang van, a fánk, ugye de mi nem a szalagos fánkot választottuk, hanem a képviselő fánkot, úgyhogy itt van 220 darab képviselőfánk. Szóval figyelem! Lassan elkezdjük! Lukácsné Emike alpolgármester asszony és Gyümbér Ferencné a község jegyzője csak röviden köszöntötték a közönséget. Gyorsan átadták a színpadot a házigazdáknak, akik szenior tánccal nyitották a délelőtti matinét. Majd Szemerédi Endréni novellája következett, hogy aztán a lendületes nagyik átvegyék a parancsnokságot. Jó napot kívánok! Állítólag ön a főparancsnok. Főparancsnok. Vége a mai szolgálat. A többiek mondták. Jól van akkor, biztos így van. Vége a mai szolgálatnak? Nehéz volt nagyon? Nem volt nehéz, már be van gyakorolva, úgyhogy ez most már menni kell neki könnyen. Hatalmas tapsot kaptak. Köszönjük. Ez mindig szépen, így szokott lenni? Igen, sikert alad ez a furcsa kis érdekes kis katonai táncjáték, vagy hogy mondjam. Mikor alakultak és honnan jöttek? Szentesről jöttünk, a Vasutas Nyugdíjas Klub 20 éves. Ezzel a tánccal 3 éve járjuk a Ki mit tudott a környező rendezvényeket, ahova hívnak bennünket, meg otthon Szentesen is. Megragadjuk az alkalmat, hogy megmutassuk ezt a kis érdekességet. Úgy gondolom, hogy egyedül az érdekessége, mert se művészi értéke, se csupán szórakoztat. Magos István szatmári verbunkja után egy igazi különlegesség következett. A tekerő hangszert már nem sokan ismerik, megszólaltatni pedig csak néhányan tudják. Katika a példája annak, hogy soha semmit nem késő elkezdeni. Mert én tudom, hogy Katika hát viszonylag későn kezdte el a tekerőlantozást, ugye? És most már művészi fokon kezeli ezt a hangszert. Mikor kezdődött ez a történet? Hát miután a férjem meghalt utána, én azt hiszem, hogy nagyon sok mindenen átsegített, és valóban így igaz, hogy nem szabad feladni. Mutassuk már be ezt a hangszert, mert szerintem már nem sokan ismerik, pedig ez egy ősi hangszer, ugye? Igen. Tulajdonképpen francia udvarból került Magyarországra, de akkor nem ilyen méretű volt, hanem ennél sokkal nagyobb, úgyhogy 3-4 személy vitte be a színpadra, akkor még lant volt. És utána nagyon okos és ügyes alföldi parasztemberek egy népi hangszert készítettek belőle, ami az ő számukra teljesen elérhető volt, kisebb is lett, és másmilyen is lett. Jobb kezemmel kell tekerni ezt a korongot, amit mutatok, amit most nem akarok, mert a színpadra behallatszik,
és ez a korong szólaltatja meg ezt a három úrt, ami hozzáér ezekhez a billentyűkhöz, amit én a bal kezemmel lenyomok, és amikor hozzáér ez a kotad a húrhoz, a középsőhöz, akkor megszólal. A középső a dallamhúr, a szélső ez a basszus húr, a felőlem lévő pedig a recsegő húr. Ez teszi azt a jellegzetes recsegő hangot, ez adja, ami jellemző a tekerőre. Az egész tekerőnek a lelke, ez a picike kis pöcök. Ha ez nem jó, az egész tekerőt ki lehet dobni. Én mindenkinek, aki egyedül él, azt üzenem, vagy pedig, ha van sok szabad ideje például, azt üzenem, hogy teljesítse és váltsa valóra azt az álmát, amit fiatalkorban nem tudott valamilyen oknál fogva, mert vagy az anyagi körülményei, vagy pedig a családja miatt nem volt alkalma erre, és kezdjen hozzá, mert nagyon sok örömet ad. És én azt hiszem, hogy aki az életét úgy éli, mint én, hogy az egész országot járom, és annyi barátom van, és ilyen remek elfoglaltságom, az valami csodálatos dolog, és nem maradjon erről senki. Ezek a szentesi nyugdíjas asszonyok is így gondolták, amikor néhány évvel ezelőtt megalapították a Tilinkó népdalkört. Eleinte csak táncoltak, most már énekelnek is. Egyre több fellépésük van, sok helyre hívják őket. A Tilinkó népdalkör 2007-ben alakult, Rozmanné Szalka Katalin vezetésével, friss nyugdíjas asszonyokból alakult, akik úgy érezték, hogy nagyon szívesen énekelnének magyar népdalokat, hiszen ezek kimaradtak az életükből. Tulajdonképpen kettelésből énekelünk, van egy nagyon jó hegedűs kísérőnk, aki megalapozza, megadja nekünk a hangot, ad egy biztos támaszt nekünk, és mivel, hogy nagyon sokan tudomást szereztek erről az énekarról, egyébként az ifjúsági házban van a helyünk, ezért többször is fölkértek bennünket városi rendezvényekre, és aztán hírünk ment, és itt-ott vidéken is föllépünk. De úgy látom, hogy ő nem csak a hegedű miatt különleges, hanem azért is, mert ön az egy szem férfi ebben a csapatban, ugye? Nem nagyon nagy teher ez egy kicsit? Abszolút nem. Sőt, örülök, hogy ilyen sok hölgynek a társaságába hegedülhetek, ez engem nagyon felvidít. Milyen gyakran kíséri a csapatot? Tulajdonképpen hetente egy alkalommal, csütörtöki napokon van összejövetelünk, és ezt követően, ahogy felkérést kapunk egyéb helyekről, népdalnóta találkozókon részt veszünk, és előadjuk a kis tudásunkat. Aztán a tiszaföldvári, már nyugdíjas katona, kicsit komolyabbra fordította a szót, verssel készült, mégpedig egy nagyon különlegessel. Mikor a szíved már csordult itt tele, mikor nem csönget rád soha senki sem, mikor sötét felhő borult életedre, mikor kiket szeretsz, nem jutsz eszükbe. Hol élet, ne csüggedj, ne pusztulj bele, nézd fel a magasba, reményteljesen. Táncos Katalin egy hajléktalan költőnőnek a versét hallhatták tőlem, az Én miatyánkom a címe. Ez a vers hát ezelőtt egy 10 évvel született, több költő magáinak tekintette annak idején ezt a verset, de végül kiderült, hogy tehát a Katalin írta ezt a verset, aki 60 évesen kezdett el írni, és ha jól tudom, jók az információm, szegényként már nem él azóta, 72 éves korában meghalt. Gondolom azért ön a versek szerelmese, és vidámabb verseket is szokott feltételezem azért szavalni. Igen, tehát én egyik tiszaföldvári nyugdíjas klubnak vagyok a vezetője, és egy alkalommal mondtam verset az egy ilyen rendezvényünkön, és azt mondták, hogy Balázs, folytassad, és hát most már egy közel ilyen 2 éve mondok verseket, és a feleségem segít abban, hogy olyan verseket találjunk, ami úgy hozzám is illik, és szereti a közönség. Természetesen a bozsomári népdalkör is fellépett. Szegvár egyik legpatinásabb egyesülete nélkül elképzelhetetlen egy ilyen mulatság. Hogy hiszünk mi, ugye, hajtás, nem is vizen élünk, mint más,
A bazsamári népdalkört nem kell bemutatni senkinek Szegváron, de szerintem már az egész Dél-Alföldön sem. Mi volt a mai repertoár? Hát tulajdonképpen népdal csokrokat gyűjtöttünk össze, amik ide passzolnak erre, olyan vidám hangulatúakat, amik éppen farsangra is megfelelnek. Hány tagot számlálnak mostanság? Van-e hiányzó most ebben az influenza szezonban? Nincs hiányzó, betegeskedő van, de azért eljöttek. 17-en vagyunk már. Először 12-en kezdtük, most már fölfejlődtünk 17-re. Egy-egy ilyen fellépés előtt mennyit kell gyakorolni? Minden héten keddenként összejövünk. És akkor másfél-két óra hosszát énekelünk itt a műfázba. És akkor ez folyamatosan megy. Mondhatni televíziózás helyett? Meg önmagunk marcangolása helyett? Föltétlen, mert a próbák azok szerintem nagyon jó hangulatba teljeltek el. És akkor most jöjjön valami egészen más. Mi visz arra egy csinos, fiatal, sugárzó nőt és a társait természetesen arra, hogy tulajdonképpen idősebb embereknek, szeniorkorú embereknek tartsanak egy bemutatót. Hatalmas sikeretek volt. Először is a tánc szeretete. Szerintem mindannyiunk nevében nyilatkozhatok, hogy nagyon szeretünk táncolni, és kaptunk egy kedves meghívást, hogy itt ezen a rendezvényen fellépjünk, és mi örömmel el is jöttünk. Nagyon nagy a lelkesedés a társaságnál, úgy láttam, de te tulajdonképpen profi vagy. Igen, én versenytáncos voltam, és most már 12 éve tanítok. Az a taps, amit itt kaptok, az ugyanaz a taps, amit versenytáncosként kapsz? Nem, nagyon más. Ott inkább ugye a druk, hogy minél jobb eredményeket érjünk el, itt pedig a közönségnek szeretnénk nagyon megfelelni, hogy nekik tetszen a műsorunk. Én azt gondolom, hogy megfeleltetek, mert vastapsot kaptatok, és még most majd szaladtok vissza. Most mit fogtok előadni? Nagyon csini a ruhátok. Igen, még egy charleston fogunk táncolni. A Szegvári Magyar Nóta Klubot sem kell bemutatni, bár most alig lehetett rájuk ismerni. Ti nagyon népszerűek vagytok Szegváron, és azt hiszem, hogy a környéken is milyen sűrűn léptek föl. Leginkább magyar nótát énekeltek, nyilván a repertoáratok hatalmas. Milyen gyakran kerül sor arra, hogy közönség előtt megmutassátok magatokat? A helyi rendezvényeket leszámítva 6-7 vidéki föllépés is akad minden évben, és ugye hát a havi rendszeres műsorunk is a televízióban, tehát ezt így nem szoktam megszámolni. Én azt gondolom, hogy amennyi föllépés van, annyi van, én nem panaszkodom, mindenütt igyekszünk eleget tenni. Mennyire szeretik manapság az emberek a magyar nótát? Ugye a magyar nótának van egy speciális korosztály, aki ezt szereti. Hát ameddig, hogy az idősek élnek ki, nem hal az a korosztály, addig nyilvánvalóan, de hát én bízom azért benne, hogy vagy a fiatalok, tehát én sem vagyok még idős, tehát ahogy idősödnek, akkor nyilván ez a hangulat, ahogy az életnek különféle dolgai, ugye szerelem, házasság, udvarlás, még a csalódás is benne van, és ugye aztán a legvégén idősebb korban ugye sajnos az elmenetel. Tehát minden benne van, és ehhez meg kell érni hangulatilag is, meg korilag is, hogy bele tudjanak ebbe helyezkedni. De hát nagyon bízom benne, hogy
azért csináljuk, hogy aki szereti, az szeresse, aki meg nem szereti, az meg ismerje meg, és aztán ha megszereti, akkor nagyon jó. Óvónő voltam 40 évig, és másfél éve, ahogy nyugdíjba mentem, akkor kezdtem el így a nyugdíjas klubba beiratkoztam, és akkor a fiam mondta, hogy nekem vett le karaokékat a netről, és mondta, hogy anya, miért nem énekelsz? És akkor elkezdtem másfél éve énekelni. Azért gondolom, ezek nagyon fontos alkalmak, önigazolás is arra, hogy valaki jól csinál valamit, jól gondolom? Hát köszönöm szépen, ha így fogalmazott, hogy valaki jól csinál valamit. Én úgy érzem a 40 év alatt a munkám során, bár nem ebbe a műfajba, de a gyerekeknek maximálisan eleget tettem, és maximálisan jól csinálhattam, mert az egyik kedvenc foglalkozási ágam az óvodában is az énekzene, a tánc volt. Többit is szerettem, de ez mindig kiemelt helyet kapott. Akkor ez most már örömzenélés, mondhatjuk. Örömzenélés is, és még hagyd mondjam már el, hogy Tiszaföldváron, ahonnan jöttem, ott van egy pedagógus női kar, aminek szintén tagja vagyok. Természetesen ott teljesen más műfajba énekelünk, de imádom azt a műfajt is, és ott rengeteg hangképzést, rengeteg sokat, újat kapunk, ami még számomra is új, így 61 évesen. A közönség biztosan, de ön is jól érezte magát ma délelőtt? Én nagyon jól éreztem, és én életemben most voltam először itt Szegváron, azt se tudtam merre van, és olyan kedves, szívélyes fogadtatással vártak bennünket már, ahogy beléptünk is, hogy rögtön tudtuk mi az egész klubtagság, hogy itt nagyon jó lesz, mert látszott, hogy szeretet övezi a vendéglátókat. Majd jött a finálé a házigazdáktól, a szenior keringő. És hogy mitől szenior? Gondolom attól, hogy érett, nyugodt és bölcs. Pontosan olyan, mint a táncosok, akik előadják. Csak énekelni és táncolni, hanem komponálni is tudnak. Íme a bizonyság, saját szerzemény, nem is akárkinek címezve. Kiderült, mást is ünnepelnek ma.
Először is szeretnék gratulálni, nem fogom megkérdezni, hogy hanyadik szülinap, mert nem illik, azt már egy nőnél szerintem soha nem illik. Elégedette a mai nappal. Nagyon sok fellépő volt, nagyon sikeresek voltak, szerintem a közönség nagyon jól érezte magát, ön is így látja? Igen. Hát ez mind személyes meghívás alapján történt az egész szervezés, nagyon nehezen indult, mert nagyon sok volt a beteg, minden klubtag el volt rekedve, hát nem gondoltam csak egy 120 személyre, elmúlt a tél, és kitavaszodott, és nem győztem a telefont venni, mert mindenki akart jönni, és mindenki akart föllépni. És akkor mondtam, hogy csak 5 perces. Hát és akkor itt voltak hosszabbak, ezért megcsúsztunk egy kicsit, mindenkitől elnézést kérek majd utólag. Azt hiszem, hogy már mindenki nagyon éhes, és az illatokat lehet érezni, nagyon finom lesz a mai menü. Utána mi a program? Zenész Farsang László fog nekünk zenélni, ameddig a nyugdíjas társaink akarják, addig mulatunk. Tehát akkor elégedettséggel zárja ezt a napot? Hát úgy gondolom, hogy az első szervezésünk elég jól sikerült. Gondolom, akkor lesz következő is. Reménykedünk. Látva a lelkes fellépőket, és persze a közönséget, nem hiába. Mert hogy szombat délelőtt a Szegvári Kultúrházban, ha telet nem is, a rossz kedvet biztosan elűzték.